Vasárnap ért véget az U18-as magyar fiú kosárlabda csapat számára a B-divíziós Európa-bajnokság az észtországi Tallinnban. A nemzeti együttesnek Grúziával, Fehér-Oroszországgal, Bulgáriával, Izlanddal és Horvátországgal kellett összemérnie erejét a továbbjutásért. A magyar válogatott 3 vereség után elkapta a fonalat, és 2 győzelemmel zárt, a megszerzett 4. hely pedig azt jelentette, hogy a 9-16. Helyért küzdhetett a végjátékban. A csehek ellen ugyan még magabiztosan vették az akadályt, azonban a belgák és a portugálok már nagy falatnak bizonyultak, így végül a 12. helyen zárt Ferenczi Tamás csapata. Az együttes tagja volt a nyíregyházi Blue Sharks játékosa, Mokánszky Máté is, aki nem hozott szégyent a cápákra. Mokánszky Máté valóban a csapatnak a húzó embere volt, az egyik mérkőzésen őt választották egyébként a legjobb játékosnak a magyar csapatból, és úgy gondolom, hogy megállta a helyét, és méltóképpen képviselte Nyíregyházát a válogatottnál. Busz Iván személyében egy másik nyíregyházi játékos is erősíti a magyar kosárlabda válogatottat, ő a tajvani Univerziádéra készülő keretnek a tagja. A Blue Sharks irányítója Debrecenben edzőtáborozik a nemzeti együttessel, amely augusztus végén lép pályára Tajpejben az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Remélem, hogy Iván ott lesz az utazókeretben. A képességei alapján mindenképpen ott kellene lennie, és remélem ez így is lesz. Ezzel ugyan a mi felkészülésünkből kiesik, de hát örömmel vállaljuk azt a terhet, hogyha sok válogatott játékosunk lesz, és megküzdünk ezzel a feladattal. A csapattársak közben már megkezdték a felkészülést a bajnokságra, mely idén összevont lesz, azaz lényegesen erősebbnek ígérkezik az NB1B, mint korábban volt. A cápák szeptemberben idegenben Bonyháron kezdik a szezont, majd első hazai mérkőzésükön rögtön a nagy rivális, a Veszprém csapata érkezik a Continental Arénába.